követő rajongó, te azt hiszed, hogy nekem ez az egy adiós fősöm van, ugye a Mr. Simpsonos, de nem, csak ezt hordom, anyukám. Ilyen. Te, most a legizgalmasabb programot fogom neked megmutatni, amit lehet a Kanadába csinálni, az a shopping. Az a shopping, és most már a nénikém, érted? A tanti, most ott mennek a tantiek, ott mennek, te kanipakol, nem egy rossz kanipakol, de a tantiek ott mennek. Figyelj, de eljöttünk valami Boucherville-be, vagy itt se. Boucherville-be, mert megy a shopping, és most van valami, annam úgy hívják, hogy Canadian Tire, nézzek, Canadian Tire, fogalmam szint, ezt az Anna-Mari Canada Dry-nak hívja, de mindent Canada Dry-nak hív. Volt még valami, nem, az is mi volt, nem tudom, mindenre azt mondja, hogy megyünk a Canada Dry-ba. Hát anyukám, itt minden Canada Dry, úgyhogy most ide a Canadian Tire-be fogunk menni, vagy Canadian Tire, vagy Canada Dry. Mire mondta te? Figyelj, vinyogok rajta. Valamire azt mondja, az is, ja nem, az Air Canada-ra mondta. Nem, mivel jöttek? Canada Dry-jal, takar. Ma kipejsz, legak aranykövető rajongó, szeretettel köszönöm, Sopi Cilában vagyunk, mondtam már, igen. Hogy nem mondtam, Sopi Cilában vagyunk, most menjünk a Lululemonba, mert engem ezt nagyon vernek, ha nem megyek a Lululemonba, mert az kanadai. És hogy itt van a kanadai jó áron, anyukám, az egy jóga márkának halál kényelmes ízé, tréza lesz, cipálod, laza, oversize, minden. Nem olyan, mint ez a kanita, álltam, hogy olyan papucvarongyol, látod, halál éve. Hord még a papucot, mert aztán taka, addig élveszed volna a melege. Jöttél volna hozzánk nálunk, a kórházba sincs klíma. Aztán, amikor fázol, akkor meg az a bajod, majom. Most tényleg? Várja, ott van a kanamáriaikat is. Én nem tudok csak rá figyelni. Nekem mindenkire kell figyelni. Ne vaduljál meg. Aztán Bikini Village, Nyád, Oakley. A nem már Oakley-ben van. Igen, Ernest, most a shopping módban vagyunk, várja már, nekem szólnak. Várja már, fordul a Cilla taka. Az eladó Kani azt mondta, hogy a pinkbe legyél, Cilla, már ezeked a te színed, de te nem szóztak, hogy ezt meg kell mutatni. Várja, és időkkel együtt, ezt felültözünk, és szörtözünk fel, és szörtözünk le. Teljes időben, nézd, Cilla úrták nekem, azt is, azt mondták, ötözködjél Cillába, Lululemonba. Te ezt mondták, hogy nekem mit kell vásárolni. Tedd már vissza magad. Mi jó az ügy? Nézd az adiót. Sóri. Ezeket a csicskákzokat decipálom. Ezt nagyon szeretem. Ezeket most néztem még egy. Nézd meg. Ebbe. Várjál. Nem ez. Ez asszunk. Ez ilyen. Nézd meg. Honnan jöttem volna minden. Érted? Egy kanadai. Ez kimosztály. De most egy másikat néztem. Én már vettem egyet, megmutattam, hogy melyiket vettem, várja a követő rajongó. Tartsd a vonalat, most megmutatom, hogy melyiket akarja az öreci, hogy is már megvan. És kivel szeretettel, nézd, eztet. Erre én rárepültem. Kékbe is jól néz ki, de én ebbe vettem. Nézd, hát ebbe fogok rongyolni, csak jöjjön a hó. Hessen le a hó. De most, au revoir, merci beaucoup. Nézd, mondtam nekik, hogy taka van, au revoir. Szájba, lincsok így, hú, tennék egy kis csoki. Most Anna már eltűntek, már belöktem őket a Uniqlo-ba, de szerintem annan kirebbentek, és már mentek valahova máshova. De olyan Sopi Cillában vagyunk, hogy te megőrülsz, megvadulsz. Amerikába azért lehet jönni, utána adót vissza tudod igényelni, de bizonyos összeg alatt nem adják vissza, és azt mondják, húz anyádba, te adózgassál, vásárolgassál, költsed a lóvét, élénkítsed a gazdaságot. Tehát ezt mondták otthon is nekünk, hogy ez a baj, hogy nem költünk eleget a semmiből. És igazuk van az anyjuk úristenit. Mely keresztényi szeretetbe költsed el a lóvét? Amen. Várjál már, ez mi? Mindent el akarnak adni neked, nézve. Starbucks. Hát figyelj, egy 40 liter kávét jót fog tenni a szívednek. Pardon. Oh, pardon. Sorry. Pardon, madam. Elnézést. Elnézést, asszonka. Még, hát Anna-Marit elhagytuk, érted? Kész. Hát nélküle jövök vissza a csicska Kanadából. Itt is nézek a cipőből. De New Balance, ez nagyon kényelmes. Csak mondom neked, mindenki abba jár, akinek fáj a háta. Jó magam is. Fülhallgatós akarni egy pillanat család, igen. Browns, igen, jó.
jövőt Gap, Vitmo. Ó, de a Gap Amerikában nem olyan jó minőségű, mint az izébe, Európa. Érted, valamikor nagyon hordtam a Gap-et. Ó, Gap-es volt a Cilla, meg ezt a Banana Republic-ot. Hú, de cipáltam. Nagyon sokat lovettáztunk velük, mert bukolták a modellkéket, a Lucát, mindig. Ah, Luca has a Banana Republic option for 5,000K, or just 5K. Just vet money, accessoire, oh, ne portu ka. És akkor van, törni még nagyon jó, ez az amerikán apparel, vagy mi a fene, azt még mondják, hogy azt ott vegyél, jó. Suri mini, hagyjál már csicska gyerekbosznál, menjél tovább, öreg Cilla, millió az ügy. Nekem meg a ezért, nézed, cipő mellett egy zár krumpli, meg két doboz kukoricám is van. Na, akkor még megvett egy adagot, érted? Azt mondja, on se jamais a lapon. Jaj, de jó, itt is van a uks. Hallá uks, látod? De van már tűszarkú uks is. Az axva a tűszarkú, az ilyen, taka. Na jó, van, meg kell keresni a Namarit, és utána megyünk tovább. Hát még főzni kell, mert jönnek a kuzinok. Szállok. Na, átúrta? Nem biztos. Elnézést, mennyi a feketébe is jó, de én ezt csipálom. Hát mindenhogy ugyanannyi az ára. Figyelj, de ezt szoktuk meg csinálni Anna-Marival, valamit megveszünk, leellenőrizzük, hogy máshol olcsóbb, ha olcsóbb, idegbe vágjuk magunkat, és megy a csere. De egyébként nem, csak örjönünk. Udványukat átvágták ezével, $5. Aztán nem igaz. Merdalo, olala. Na jó van, taka? Ja, retyóban vagyok. Még gondoltad ezt a retyó zenét, hol hallgatom? Valami koncerten vagy múzeumban? Hát ez az úgynevezett lipzene, érted? Amerikában ilyen kultúrát, tehát egy ilyen Chopin-nő hegedűre mézve. Most az áprilból jövünk ki, ami valami bio. Everything is organic, the food and everything, so you wanna eat something, it's just really good organic. Yes, you know that, don't you? So, figyelj rá, most millió ügy van most, hogy ilyen konyáda részen vagyunk, néznek, itt ebben a hókabóka izében. Na most a következő van, hókabóka áruházban fogalmas. Most a nagy divat, képzeld el, amit én is nagyon csinálok, mindenki joggingban van, érted? Nézzek a kanit, nem öltözik túl. Egy New Balance cipő és egy jogging. Lululemonos már ez is. Szerintem mindenki Lululemonos. Ez is nagy divat, hogy csak a fél fejed van a kamerában. Ezt is tanuld meg. Ezt most tanultam. Minden fiatal ismerősöm így, úristen, célat csináltunk egy selfie-t. És a selfie partner így van benne. Mi anyád van? Fél fejed van? Az a divat. Anyukám, követem. Hát ne vieskedjél már. Az egy újabb ide, nagy csicska üzletben vagyunk. Várjál, befordítom a kamerát, mint minden van. Ez hát cipálni fogod. Gyere már velem. Követő rajongó. Na, a tanti már elől van, Marival. Mari az már irányítja. Képzeld el, hogy tudod, Anna-Mari hazajön, akkor, látod, fél fej van. Anna-Mari hazajön, az enyém a szeliben nagy takarmánytök, nem kell neked fél takarmánytök, kell neked egy egész. Képzeld el, hogy mondom neki, te anya, hát amikor eljöztök hozzám, eljövöl hozzám, mert 2 perc alatt átrendezed az egész a konyhámat. Az Illiét miért nem csinálod meg úgy, mintha most költöztek volna ide? És rám néz, igazad van. Oda jött hozzám, azt mondta, a Thermomixet már átraktam. Már pakolt mindent. Várjál, ott van, nézd, ott vannak. Látod? Már is pakoltam, most meg rongyolunk haza főzni, mert fölborítjuk az egészet, mert jön a unokatestvérem, akit még nem láttam, csak az Ildikónak a pocakjába. Érted? Ki is csinálta az akkori üdülésemet, mert Ildikó idegben volt. És így már lökő, az öpöpe szakcia. Állandóan ez volt. Na, várj, nézd, Margit néni alig mer rálépni. Szóval Jézusom, mozog a lépcső. Anyukám, hát engem jól itt hagytak, mint Szent Pál az oláhokat, érted? Csinálhatom a madártejet egyedül. Szeretettel köszöntelek, itt a kanadai kitchenemben vagyok, érted? Most veszek elő egy ipadot, mert abban van a recept, érted? Te, anyád. Nézzek, maradjál! Nem Zoro, az a másik. Zoé, ne kunyeráljál, így is olyan testes vagy, hogy még. Hogy nyitom ki? 1964-00. Nyitom meg. Mi kell bele? Tard...
Várja, nincs helyem. Mert tojás sárgája. Vígy 6 tojás sárgáját. Azt írja a recipe. Igen, nutrition. Ez a pomme de terre. Nem, a pomme de terre már készen. Il flottant. Moi, je fais un il flottant. A pomme de... Jaj, nézzek. Pomme de terre, mert meg... Várjuk a gyerekeket. Nagyon illegesek vagyunk. Engem mit adtak? Tényleg? De, gyere csak ide. Mila, ne turkáljál már. Millió az ügyem. Egyszer akarod enni. Ne arra, ugye már anyukám, már családi ízében vagyunk vacsorában. Mila, átjött a kuzinom, érted? Átjött a kuzinom, érted? Most ott vannak. Halálidegben. Most én kijöttem ide a hűvőst, inkább a szilárd hűvőst tették. Ne húzzad már, ne legyél már megvadulva. Mila, ez egy golden doodle. Érted? Egy golden doodle-be van. Ja, hogy ebbe, ja, hogy ebbe van egy cipoló? A véget mondod? Te, most ott van Xavi az unoka, tehát Szomorta bácsikám van, meg a nénikém, mondjuk van családiban vagyok, de én kijöttem a téli kertbe, vagy mi tudod, de ott a jacuzzi, elmegye, bedobom magam. Ne tépj meg, ne tépj egy szét, ez nem a tiéd. Ne tuss pá, csipj pá, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mi lesz lő? De most az, attends, csipj pá, mais où est-ce que tu vas? Viens ici, mais viens ici. Nézd, hát úgy, hogy itt hagyott, mint Szent Pál az oláokat. Szóval most a kuzinom ott ül, érted? Valamit magyaráz, ez alatt összedobtam egy olyan madártejet, hogy te megőrülsz, megvadulsz. Várjál, itt vagyok. Öreg Cilla, nem vén Cilla, kilökték a hűvösre. Kammem. Ki, hogy, na, anyukám, felvettem a pinket. Szervusz, köszöntelek, szeretettel, én már itt vagyok a Lillakász közben, úgy néz ki, mintha ott lennék. Nem, ott vagyok, anyukám, nyugodjál már meg. Ez nem az. Halálj. Te, ilyen kertvárosi szitámaszt teszem meg, tudod, ez a walkingos lettem, tudod? Mostán csak a botkel, a stickkel is azzal lehet walkingolni. Kijöttem ide egyet sétálni a kellemes októberi napba, mert tekintve, hogy október 1-e van anyukám, állsz, mely mész a fizuér egy pillanat alatt. Jó magam, a izébe, a Varennebe vagyok, de most ez egy ilyen 30 kilométerre van Montréaltól. Tehát ez te olyan, mintha kint lennél a izébe. Itt a Solymáron, vagy valahol, tudod, a előkelőbe. És akkor így élnek a kanadai testvéreink, érted? És állítólag most már csicska aridőnek kéne lenni, de még nincsen csicska aridő. Hallod ezt? Ezt a fűrészló, azt? Ez a nagybácsi, érted? Mert ő meg úgy dolgozik, hogy 2 napot dolgozik, aztán meg nyugiba van. És amikor nyugiba van, akkor sincs nyugiba. Reggel 8-kor anyukám már megy a izé. A köszörű, érted? Mondom, milyen jó. Üdülés. Anna Mariba. Várjál, befordítom a kamerát, hogy nézed már, hogy milyen előkelő környéken vagyunk. Itt most megyek egy nézd, látod, így tegnap vettem a Luluba limonádba, anyukám. Vettem egy pucsit, talán megöltöztem, hogy jó nézzek ki. Nézd meg. És én már menetelek egy pinkbe, hogy ragyogjak. Várjál, tartsad? Így érdekelnek, és akkor az van, hogy napközben a fűszenő. Gondolom, a háztartásbeli asszonykák üldögélnek itthon, mert azért van egy pár autó mindenkinél a ház előtt, nem mindenki ment el a dolgozóba. És akkor olyan kis vicilok vannak. Ez egy pupos környék állítólag. Ez pupos. Na most mink, ahol vagyunk, a tantival, meg... Na, tegnap jött az uncsi tesóm, most találkoztam vele először, anyukám, ilyen handshaking volt. Mondom, Muci, mit handshaking ez? A rokonyom vagy, de még nem látott élőbe, érted? Csak hallott rólam. Azt már mindjárt 30. Anya úr, nézzek, ez is de jól néz ki. Anya úristeni. Szóval itt, mink itt jövünk be, és akkor itt rodázunk. Amint kimész, már van egy Taco Bell, meg egy McDonald's, ugye oda nem nézzek, és mink ezért jöttünk, hogy ezeket a fákat megnézzük, érted, hogy hullatják, érted, azért megyünk Torontóba. Na most a program, a Cilatus következő programja, most visszarongyolunk Montrealba, és a Basilique de Montréal-nak be fogunk menni a templomba, megmutatom. Meg a Szent Józsefbe gondoltam, hogy elviszlek tégedet, meg Michael, nézd a mókust. Hát úgy van, hogy miért ne rohangáljon? Miért ne rohangáljon? Écureuil, úgy hívják őt, érted, en français. Nézd meg, csicska écureuil. Hova rohanol? Senki nem akar hozzányúlni. Nem akarlak megsimogatni. Jó néz ki a cukorsüvegfenyőd. Azt kell, hogy mondja. Nyírgyepen rohangálol. Erre van eszed.
Sajnos ezek rohangálnak az úton, és el is adszák őket. Ez a cukorszívek fenyő. Szóval, écoute-moi, s'il te plaît. Szóval ma bemegyünk a Montréalba, de, par contre, holnap, nézzek, ilyen jók a házak, lélek nincsen, nem is értik, hogy ki ez a kis, nem is értik, anyukám, hogy te, who is Ciluka, who's Ordit in the city? Érted? Na most, mit akar, ja igen, hogy akkor elmegyünk most a Montréalba megint, Anna Marival meg, van nekem egy Michael nevű kollégám még a Model Businessből, és vele akarok egyet találkozni, egy hi, egy how are you, Michael, long time ago, how is this, how is that, have you spoke to Natalie, no, oh my God, I love her, she's so great, no, you are so great, no, everybody is so great, tudod, így agyon kell magunkat nyalogatni egymást, tudod, előről, hátról, oh my God, that was such a great period when we worked together, és akkor ezt fogjuk nyomni, de ezután elmegyünk a Torontóba, és aztán el foglak tégedet követőt rajongot vinni a Niagara vízeséshez. Csak miattad, meg magam miatt, mert még nem voltam, ne örüljél már meg. Érted? És akkor elmegyünk a Niagarához is. Most a tantit azt lelökjük, mert megy a fogorvoshoz. Van valami fogorvosa, 27 éves, érted? Ide jön és ide tesz, oda tesz, tehát halálrembe vág mindent. Úgyhogy ő oda megy, neki az a programja, és akkor lesz Niagara, és Niagara után, ott is vagyunk 7 napot, na most ott is van egy unokatestvér, akivel találkozunk, ja nem, vele Bostonba találkozunk, tehát van, mondom neked, van egy Xavier, egy Pascal, egy Milán, és egy Attila, és ez mindenki máshol lakik az országban, ebbe a csöppországba, el tudod képzelni, érted? Szóval, hogy és akkor menetbe leszünk, lesz itt Boston, Niagara, Toronto, Montreal. És maybe, maybe, I'm not sure, de maybe elmegyünk Quebecbe, az innen 3 óra, majd ilyen 11-én jövök vissza, lehet, hogy az unokatestvéremet megkérem, hogy vigyen el Quebecbe. Ne hülyüljön már, ne örüljön meg. Elővette a kabriót, nézd meg, arra az egy hétre, amíg tudja hoztani, utána mínusz 15 van. Itt állítólag idáig ér a hó. Jó pofa vagy. Várjál, már visszajöttem, mikám. Taka!